Sziasztok, hoztam nektek egy 8-as passzát, és megmutatom, hogy hogyan kell kinézni a kerámia bevonatolás után. Nézzük meg! Az autó másfél éves, de elég rossz állapotban volt a fényezése. Ide egy pár fotót be fogok csatolni, hogy olyan nézett ki a polírozás előtt. Itt láthatjátok, hogy milyen tükör végeredményt sikerült elérni. A motorházatot 4 lépcsőben políroztuk. Eléggé össze volt dörzsé, vagy az előbb a képeken is látható volt. A többi elem is rossz állapot volt, de nem volt annyira rossz, mint a hátsó része, illetve a motorházatot. A tükrös végeredmény pedig utána a kerámia bevonat adta a fényezésre. A Rivax kerámia bevonatát használtuk, ami a leírása alapján egy 3 éves bevonat. Elődőt pedig gyurmáztuk, políroztuk, majd a végén tisztítottuk, zsírtalanítottuk, és a Toninnak a szélvédő kerámiája került rá, ami legalább egy évig hidrofób vízlepergető hatást eredményez az üvegen. Nem csak a szélvédőt, hanem az oldalsó üvegeket is kezeltük ezzel a bevonattal. Nagyon sok esetben nem látszik valójában, hogy milyen is a felület. Erre van ez a lakvizsgáló lámpa. Na akkor nézzük is a tesztet. Ugye ezzel a lámpával szoktuk átvizsgálni, hogy milyen lesz a felület. Itt láthatjátok, hogy szinte karcmentes eredményt értünk el a 4 lépcsős polírozással a motorházatön. Eléggé leharcolt volt a motorházatön, ahogy láthatjátok is a képeken, vagy nézzük meg akár közelebbről. Van a 8-as passzát, ha tetszett a végeredmény és kíváncsi vagy még ilyen tartalmakra, akkor pedig kövess be autobirodalom.hu.